regionális vízművel együttműködve Somogy megyében, Kiskorpádon tisztítottuk a vízellátó hálózatot. A településen nem működik vízkezelő berendezés, ezért nagy a vízminőségi kockázat. A munka a helyszíni felméréssel és a tervezéssel kezdődött. A tisztítási tervet az üzemeltetővel egyeztettük. Minden egyes műveleti lépést előzetesen átgondoltunk. A hidrogél csúcs technológiának köszönhetően egyetlen szerelvényt sem kellett megbontani. A gél beinjektálását a hálózati tűzcsapokon végeztük. A vízkormányzást és az ideiglenes vízellátást a DRV szakemberei biztosították. A gél kivétele a meglévő tűzcsapokon keresztül történt egy speciális nyomástartó szerelvény segítségével. A hidrogél semmilyen káros anyagot nem tartalmaz, hatóság által engedélyezett. A gél a vízben nem oldódik és maradéktalanul eltávozik a rendszerből. Ez a technológia környezetbarát és víztakarékos. Az elhasznált hidrogél egy-két nap alatt nyom nélkül lebomlik, nincs kezelendő hulladék. A gél sehol nem akad el, ez kitűnő viszkoelasztikus tulajdonságainak köszönhető. A KMPVC csőhálózatban a hidrogél és nanofolyadék kombinációját alkalmaztuk, így egy lépésben tisztítottunk és fertőtlenítettünk. A vízellátó hálózatban a vasas mangános lerakódások voltak jellemzőek. A nanofolyadék fertőtlenítő hatásának köszönhetően, ahogy a víz letisztul, azonnal vissza lehet nyitni a fogyasztókat, nincs íz vagy szag probléma.